ami az elmúlt években elénk tárult valójában egy válságfolyamat, és azóta él az emberiség egy egymást érő negatív hullámzásban, melynek a gazdasági visszaesésben, a bankrendszer válságában, napjainkban pedig az emberiséget sokszerűen érő felismerésben, a környezeti változások lassan visszafordíthatatlan negatív folyamatában, és most a Covid-ban mutatta meg a társadalmak gyenge pontjait. A folyamat odáig jutott, hogy most már az egyén életét fenyegető helyzeteket kell megélni, mondta el gondolatait Bagdi Emőke, klinikai szakpszichológus. Amikor én arra gondolok, hogy a jelen vagy a közelmúlt helyzete, én nem tudok attól a háttértől elvonatkoztatni, hogy megfigyelhetők azok a egymásra boruló, egymásba, mint a hullámok beölelkező válsághelyzetek, amelyek valahogyan olyan módon hívják fel az ember figyelmét arra, hogy miben vagy, tudatosítsd, hogy miben vagy, és mi a felelősséged ebben. Most konkrétan ugye egy válsághelyzet az mindenkit egyénileg is hihetetlenül megvisel, mert nekem négy olyan tényezője van, amitől függ, hogy mennyire készíti ki az ember, bocsánat, hogy ilyen egyszerű szavakkal fogalmazok, de ugye az egyik, hogy milyen intenzív a behatás, hogy milyen hosszú ideig tart, hogy mennyi az esély, hogy van valami cselekvési lehetőség, és végül mennyire károsít, hogy maradandóan károsítja az életünket, vagy sem. Most, ha mi azt a helyzetet, amit hömpölyög most már az ezredforduló óta, egymásba öltekezve nézzük, a jelen helyzet egy súlyos krízis helyzetnek feleltethető meg. A legnagyobb baj állítja, hogy az embereken úra lesz a félelem. Nem találnak kapaszkodókat, és elveszítik azt a hálót maguk körül, mely képes levezetni a felgyülemlő feszültségeket. Ezért veszélyes az elmagányosodás, mert nincs meg az az interakció, mely a pozitív energiákat adhatna egy krízis átéléséhez vagy megoldásához. Akkor nagyon erőteljesen van megkongatva a vészharang, viszont mi nagyon erőteljesen védekezünk. Az egyetlen, ami reális védekezésmód, a tudomány, amelyik odaáll és keresi a megoldásokat. De mi lelkileg, emberek, meg kell, hogy találjuk a saját útainkat, amik nem kórosak, és vannak ilyen utak. Vannak szabályok, amiket már kialakítottak, hogy válsághelyzetben mit csinálj, ne maradj egyedül. Elsősorban ugye az ősi stressztörvény azt mondja, ha ilyen pánikhelyzet van, hogy mit csináljunk, üss vagy fuss, na egyik se lehet. Tehát mi ezt már, hogy úgy mondjam, a szocializációban túl vagyunk rajta. Most akkor valamit mégis tenni kell. És akkor jönnek sorban azok a lehetőségek, amiket az ember tehet. Egy biztos, hogy legyen valaki másik embertárs, akihez, akivel együtt vagyunk, tehát ne maradj egyedül, és mondd el azt, ami benned van. A megoldás a szolidaritás felébresztésében van, mert az emberek egymásnak segítői és éltetői. Ha ezt felméri és felébreszti a társas kapcsolatokban rejtő lehetőségeket, energiákat, ha képes lesz odafigyelni a másikra és segítséget nyújtani, akkor pozitív folyamatok indulnak majd el az egyénben és rajta keresztül a kisebb csoportokban, majd a társadalomban is, mondta Bagdi Emőke. Az embernek a szeparációs félelem a legősibb félelem, a halál félelem is valójában szeparációs. A kisgyerek is azért kihabál annyira, hogy legyen valaki ott vele, sötét szobát se bír, mert nem bírjuk a magányt, a szeparációt. Szóval van valaki, legyen valakit, mondd el, miről van szó, ventilálj. Ez miért fontos? Mert amikor ér minket egy ilyen nagyon megrendítő olyan esemény, amivel nem tudunk mit kezdeni, akkor az történik, hogy az érzelmi agyunk hirtelen ezt mintegy úgy szippantja be, és temeti magába, úgy mondjuk enkapszulálja, bezárja egy kapcsolatot, és becsúszik az én érzelmi tudatomba, de az időtlen sajnos, és amit egyszer oda becsúsztattam, az ott csak zavarkeltő, mert gyakorlatilag a rágondolás az, hát tehát én meg tudok szabadulni a gondolattól, de a feszültségtől nem, azt meg betemettem. Na most azért jó, ha ezt megértjük, mert mindjárt megértjük, hogy mit jelent az, mikor én megszólalok, akkor az történik, hogy az, ami ott be van rekedve, azt én visszacsalogatom a szavak útján, hogy elmondjam, mindegy, hogy csak töredékét mondom el, egy-két mondatot mondok el, de kinyitom és szellőztetem. Megszabadítom attól a feszültségtől minden, ami a segítség, társas,
lélektől lélekig, embertől emberig egymásnak vagyunk szolidárisan az éltetői, a segítői, és ezt nagyon komolyan kell vennünk. És mikor már semmi szabadulásra úgymond nem volna lehetőség, el ne felejtsük, hogy egy út még van fölfelé, ha előre oldalt akár, mert nem mehetünk fölfelé még, igen, ez két dolgot jelent, a szellem hatalmát, a kreativitásunknak az erejét, a másik pedig az, hogy van egy út még, és akinek van Istene, vagy van magasabb régió, és azt megtölti igazi szellemi tartalommal, Isten mindig ott van, aki segít.